Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 8 órakor az M1-en, Székely Áron vagyok. A NATO csúcson is folytatja békemisszióját Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök Washingtonban ígéretéhez hűen egy újabb nagyhatalom vezetőjével tárgyalt, ezúttal a török elnökkel. Orbán Viktor megkérte Recep Tayyip Erdoğant, hogy támogassa a magyar tűzszüneti és béketörekvéseket. Ez azért lenne fontos, mert eddig egyedül Törökország volt képes sikeresen közvetíteni a két háborúzó fél között. Szijjártó Péter az M1-nek adott interjúban azt mondta, az elmúlt két év stratégiája megbukott, itt az ideje a tűzszünetnek és a béketárgyalásoknak. Kezdetét vette a NATO csúcs Washingtonban. Magyarország részéről amellett fogok érvelni, hogy őrizzük meg a NATO-t annak, aminek 75 évvel ezelőtt az alapításakor szánták, egy védelmi szövetségnek. Ezt írta Orbán Viktor szerda reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök több fotót is megosztott az Amerikai Egyesült Államok fővárosában rendezett csúcs találkozó első napjáról. A kormányfő kedden érkezett meg Washingtonba. Orbán Viktor az Észak-Atlanti Szervezet csúcs találkozójának programjain kívül több kétoldalú tárgyalást is folytat NATO tagállamok vezetőivel. Washingtonból jelentkezem, itt folytatjuk a békemissziót. A kormányfő kedden elsőként Törökország elnökével egyeztetett. A legfontosabb téma persze az orosz-ukrán háború volt, amely ahogyan az várható volt, minden eddiginél brutálisabb új szakaszába lépett. A napnál is világosabb, ha véget akarunk vetni a szenvedésnek, békére, békekezdeményezésekre lesz szükségünk. Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, Recep Tayyip Erdoğan elnöktől a magyar békemisszió támogatását kérte, tekintettel, hogy a konfliktusban Törökország volt az eddigi egyetlen sikeres közvetítő. Törökország már a háború során bebizonyította, hogy a béketeremtés megkerülhetetlen szereplője. Erdoğan elnök úr volt az egyetlen sikeres államférfi, aki tető alá tudott hozni egy orosz-ukrán megállapodást a Fekete-tengeri gabonaszállítások ügyében. Elnök urat arra kértem, hogy támogasson bennünket a békemissziónkban. A háborúzó felek álláspontja továbbra is messze van egymástól, de ha a béke barátai összefognak, együttes erővel megtehetjük a következő lépést a béke irányába. Orbán Viktor az elmúlt napokban sorra tárgyalt a háború kulcs szereplőivel és az arra leginkább befolyással bíró nagyhatalmak vezetőivel. A miniszterelnök békemissziójának harmadik állomása hétfőn Peking volt, közvetlenül előtte pénteken pedig Moszkvában Vlagyimir Putyinnal is az ukrajnai háború lezárásáról és a békekötés lehetőségeiről egyeztetett. Békemissziójának első állomásán Kijevben egy hete Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is azt vitatták meg, miként lehet előre mozdítani a fegyverszünet és a béketárgyalások ügyét. A béke lehetőségeiről beszélt ukrán kollégájával kedden Washingtonban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A két és fél év stratégiája az megbukott. A tárgyalás után a tárcavezető az M1-nek hangsúlyozta, az eddigiekkel szemben olyan új stratégiára van szükség, amely megnyitja a kommunikációs csatornákat és visszaadja a diplomácia létjogosultságát. Hozzátette, sok munkát kell elvégezni a békéig, de dolgozni kell rajta. Mert amit mondunk hetek óta, az sajnos napról napra bebizonyosodik, hiszen nagyon súlyos, nagyon durva eszkalációs kockázat néz ki. A háborús események egyre brutálisabbak a frontvonalon, ami nyilván következménye annak, hogy egyre több fegyver van a frontvonal mindkét oldalán, ha azok a fegyverek ott vannak, azokat be is vetik egymással szemben, és hát látjuk ezeket a kegyetlen következményeket, akár a gyermekkórház tért támadás, a síró gyermek, szóval az ember szíve megszakad. És ezt mondjuk hetek óta, hogy figyeljünk erre, mert egyre brutálisabb események következnek. Az eszkaláció esélye rendkívül nagy, és az eszkalációt, meg a brutális eseményeket úgy lehet elkerülni, hogyha gyorsan véget vetünk a háborúnak. Szijjártó Péter a NATO csúcs találkozó kapcsán kiemelte, Magyarország továbbra is megbízható szövetségesként arra koncentrál, hogy a NATO erős legyen, és ne tudják belevinni a szomszédunkban zajló háborúba. A NATO-nak vissza kellene térnie az eredeti szellemiségéhez. A szervezetnek nem a körülötte zajló háborúkat, hanem a békét kellene megnyernie. Ezt mondta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban. A miniszterelnök a washingtoni NATO csúcson készült felvételen hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem fog részt venni a NATO Ukrajna missziójában. A magyar védelmi képességek fejlesztésére vonatkozó kötelezettségeinknek azonban eleget teszünk.
A NATO 75 évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy megvédje a tagjai biztonságát. Mára azonban elmozdulni látszik az eredeti céljától, egyre inkább háborús szervezetként viselkedik. Ennek egyik jele, hogy a NATO egyre aktívabb szerepet vállal az orosz-ukrán háborúban. Ez szerintünk veszélyes, sőt felelőtlen, mert senki sem látja, mi lesz ennek a vége, hova is fogunk kiukadni. A mai napon amellett fogok érvelni, hogy a NATO-nak vissza kellene térnie az eredeti szellemi. A NATO-nak nem a körülötte zajló háborúkat, hanem a békét kellene megnyernie. Ehhez elsősorban saját védelmi képességeinket kellene fejleszteni. Magyarország nevében ezért a mai napon meg fogom erősíteni, hogy továbbra sem fogunk részt venni a NATO Ukrajna missziójában, a magyar védelmi képességek fejlesztésére vonatkozó kötelezettségeinknek azonban maradéktalanul eleget teszünk. Egyre több hadköteles korú férfi próbál illegálisan kijutni Ukrajnából. Az ukrán-moldovai határon 40 férfit fogtak el, akik fejenként 6 millió forintnak megfelelő összeget fizettek az embercsempészeknek. Kárpátalján is több próbálkozást hiúsítottak meg a hatóságok. Egy harkivi férfi egy autóülésbe rejtőzve akart Romániába jutni, többen pedig a Tiszán próbáltak meg átkelni sikertelenül. Izrael felszólította a gázai övezet északi részén fekvő Gázaváros összes lakóját, hogy vándoroljanak délre, mert hadműveleteket folytatnak a városban. Yoav Gallant, izraeli védelmi miniszter a parlamentben bejelentette, a hadsereg megölte vagy megsebesítette a Hamas iszlamista terrorszervezet fegyvereseinek 60%-át a gázai övezetben. A miniszter megerősítette, hogy egy hónap múlva megkezdik az ultraortodoxok behívását a hadseregbe, miután a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a jogegyenlőség és az egységes közteherviselés érdekében nekik is szolgálniuk kell az izraeli hadseregben. A nyugat-balkáni országok immár több mint 15 évet várakoztak átlagosan az EU tagságra. Ha nem sikerül felgyorsítani ezen országok felvételét az EU-ba, az egész bővítési politika el fogja veszíteni a hitelességét, írta a Facebook oldalán a Washingtonban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Lehet, hogy egyesek pont ezt akarják, de ezt mi nem fogjuk engedni, és Montenegrót is segíteni fogjuk abban, hogy legalább 7 tárgyalási fejezetet le tudjon zárni az elnökségi fél évünk alatt, fogalmazott bejegyzésében a tárca vezető. Elfogták szerdán este a brit rendőrség speciális egységei a keddi 3-as gyilkosság feltételezett elkövetőjét. A 26 éves Kylie Clifford nevű gyanúsított ellen szerdán kezdődött hajtóvadászat Londonban. A három áldozat a BBC rádió vezető lovasport kommentátora, John Hunt felesége és két lánya. A 61 éves anya, valamint 28 és 25 éves gyermekei a rendőrség szerdai tájékoztatása szerint előző éjjel vesztette életét, ahogy fogalmaztak, számszeri és valószínűleg egyéb fegyverek okozta sérülések miatt a család észak-nyugat-londoni otthonában. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottat, akit az áldozatok ismertek, sérülésekkel a testén találták meg. Felborult egy zöldséget szállító török kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A 116-os és 117-es kilométer között a Kiskunfélegyházi lehajtó előtt a jármű mindhárom sávot elfoglalja. A baleset miatt hamar torlódás alakult ki a strádán, és a kocsisorban ráfutásos baleset is történt. A kamion mentése hosszabb időt vesz igénybe, mert 20 tonna zöldséget át kellett pakolni egy másik járműre, csak ezután lehet kerekeire állítani a nyerges vontatót. A forgalmat a 129-es kilométernél, a Csengelei csomópontnál leterelik, tudatta a katasztrófavédelem. Elkezdődött a 7. Double Rise Fesztivál az erdélyi Torockon, ahol kétszer kell fel a nap. Az idén 4 naposra bővült programsorozat fellépői között olyan népszerű előadók szerepelnek, mint a Punani Massif, a Bohemian Betyársz, a Hiperkarma, Szalonna és a Bandája vagy a Párnográszt. A koncertek mellett előadások, ének és táncoktatás, táncszínház, kvíz, illetve kézműves foglalkozások is lesznek. A Double Rise Fesztivál kiemelt küldetése a kezdetektől fogva az, hogy meg tudjuk szólítani a kulturális rend fogékony magyarságot, elsősorban a Szormányban, itt Fehér megyében, és megpróbáljuk minél többet elcsábítani a magyarok közül a határon túlról, ami az anyaország jelenleg, illetve fontos nekünk az, hogy évről évre minél magasabb minőségű kultúrát tudjunk felvonultatni, és az idei évben, én már ez most 4 napig fog tartani a tavalyi 3-mal szemben. Ez volt a Híradó 8 órától, híreinket, videóinkat a híradó.hu weboldalon találják. Maradjanak velünk, mert jön a Nemzeti Sport Híradóval Urbán Ádám.